megújult összekötő utak, 800 millió forint hazai forrásból mintegy 11 kilométernyi útszakaszt korszerűsítettek Nyírlugos környékén. Fejlesztések az esélyteremtésért. Megyei konferenciát szerveztek a pedagógiai szakszolgálat szakemberei. Megújult a Tímári iskola, a köznevelési intézmények felújítása hozzájárul az oktatás színvonalának növeléséhez, valamint az iskolai lemorzsolódás csökkentését is szolgálja. $800 millió forintból újult meg 11 kilométernyi útszakasz Nyírlugos környékén. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A Nyíradony-Nyírbéltek összekötő út közel 4 kilométeres, illetve a Nyírmihályi-Nyírlugos összekötő út több mint 7 kilométeres szakasza hazai forrásból újult meg. Az összekötő utak mintegy 17 ezer ember napi közlekedését szolgálják, azonban már több mint 40 éve nem voltak felújítva. Ebből a körforgalomból indul a Nyíradony-Nyírbéltek, valamint a Nyírmihályi-Nyírlugos összekötő útszakasz. A város, valamint a környező települések szempontjából azért is kiemelkedően fontosak ezek az útszakaszok, mert a két megyeszékhely, Debrecen és Nyíregyháza is ezeken keresztül élhető el. A megújult útszakasz nagy segítséget jelent a napi közlekedésben is. Természetesen ide bejárnak 5 településre az iskolába, a gyerekek és az óvodába, valamint itt egy nagy üzem is az Agrosminnek, ahol naponta 90 meg 150 kamion hordja ide a terméket, és egyszerűen katasztrófa volt eddig a közlekedés, és így úgy gondolom nagyon fontos volt ez a dolog. Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára az útátadó rendezvényen elmondta, a kormányzat idei mintegy 106 milliárd forintos hazai közútfejlesztési forrásából több mint 10 milliárd forint érkezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe. Hazánk közúthálózata közel 32 ezer kilométer hosszú, és tudjuk, hogy nagyon sok szakasz vár felújításra, megújulásra. A kormány 2010 óta egy következetes programmal azon van, hogy ezeket az utakat is megújítsa, hiszen nagyon fontos, hogy a településeken belül, illetve a települések között lehessen közlekedni, iskolába járni, munkába járni, egészségügyi, kulturális vagy csak személyes kapcsolatok révén közlekedni kell. Ezt nem mindegy, hogy milyen utakon tesszük meg, hiszen tudjuk, hogy a rossz út balesetveszélyes, lassabb az eljutási idő, és hát a közösségi közlekedés számára, az autóbuszok számára is fontos, hogy olyan utakon közlekedjenek, ahol az autóbuszon utazóknak jó komfortérzetük van. Éppen ezért 2 évvel ezelőtt 69 milliárd forintot, ebbe az évben pedig 106 milliárd forintot költünk a hazai közúthálózat megújítására. Ennek a projektnek minden megyében vannak jelentős számú útfelújításai, így itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, Nyírlugas térségében. A megyében számos útfelújítás zajlott az utóbbi években, melyek közül a térség országgyűlési képviselője kiemelte a 471-es számú Debrecent-Nyírbátorral összekötő főútvonalat. Összesen mintegy 65 kilométer hosszan újultak meg utak a nyírbátori választókerületben, ez több mint 6 milliárd forintba került. Ennek része ez a két megújult út, amiről szó van. Ez 800 millió forintba került. Simon Miklós hozzátette, a választókerületben azonban nem csak utakat újítanak fel, karácsonyig még 5 felújított iskolát is átadnak a településeken. Az egészségügyi közalkalmazottak, védőnők és az egészségügyben dolgozó, nem egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkezők béremeléséről döntött a kormány, adta hírül az MTI. A beszámoló szerint Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere azt mondta, 4 év alatt 4 lépcsőben emelik a béreket, ami 2022-re összesen mintegy 72%-os emelést jelent. 2019. júliusától 8%-kal, 2020. januárjában 14%-kal, majd az év novemberében ismét 20%-kal emelkedik a bérük, 2021-ben pedig újabb 30%-kal, ismertette a miniszter. Hozzátette, a béremelésre jövőre 14,1 milliárd, 2020-ban 79,4 milliárd forintot szán a kormány.
Egy közel 300 millió forintos projekt részeként szerveztek gyógypedagógiai konferenciát csütörtök délelőtt Nyíregyházán. A program részeként gyógypedagógusok és pszichológusok tartottak szakmai előadást az érdeklődőknek. A beszámolókból az is kiderült, hogy melyek azok a gyógypedagógiai segédeszközök, amelyek beszerzésére és fejlesztésére a legnagyobb szükség van. A Nyíregyházi Tankerületi Központ egy Európai Uniós pályázat során közel 300 millió forintos támogatást nyert két intézménnyel konzorciumban. Ez lehetőséget nyújt gyógypedagógiai eszközök beszerzésére, szakmai képzéseken való részvételre és szakvizsgák támogatására egyaránt. Három intézmény együttműködése történik szakmailag ebben a projektben. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat, mint az egyik ilyen intézmény, a Bárci általános iskola, mint a másik, és a Göllesz általános iskolánk, mint harmadik intézmény. Összeköti őket az, hogy fogyatékos gyerekek fejlesztéséről szól a projekt, és fogyatékos gyerekek fejlesztésében közreműködők együttműködésének az elmélyítéséről. Ez a mai alkalom azért rendkívüli, mert a szakértői bizottságok múltjával, jelenével és jövőjével foglalkozik. A konferencia a megyei és a járási szakértői bizottságok szakembereinek szólt. A tervek szerint jövő év áprilisában ezt regionális szinten folytatják Borsod-Abaúj-Zemplén és Jász-Nagykun-Szolnok megye közreműködésével. Én úgy veszem észre, hogy az érzékenyítésre mindig szükség van. Akármennyire befogadó egy társadalom, befogadó egy tágabb közösség, egy szűk közösség, egy család, és itt nem csak a szülőre, édesanyára, apára gondolok, hanem a rokoni körre is. Én úgy gondolom, nagyon-nagyon fontos az érzékenyítés. Ez végigkíséri, úgy gondolom, a pedagógiai szakszolgálatban dolgozók munkáját, életét. A térségben főleg gyerekeknek szerveznek ilyen érzékenyítő programokat általános és középiskolások számára egyaránt. A beszélgetésekben az adott oktatási intézmény pedagógusai is részt vesznek. Ez azért fontos, mert még mindig nincs elég gyógypedagógus a megyében. A jelenleg futó két éves projekt összegének körülbelül egyharmadát ezen szakemberek képzése teszi ki. Egy 38 millió forintos pályázatnak köszönhetően újult meg a Tímári Szabolcs vezéráltalános iskola. Az oktatási intézményben többek között felújították a vizes blokkokat és öltözőket, korszerűsítették a fűtési, illetve elektromos hálózatot, valamint több tanteremben is cserélték a padlóburkolatot és a bútorokat is. A köznevelési intézmények felújítása hozzájárul az oktatás színvonalának növeléséhez, és ezáltal az iskolai lemorzsolódás csökkentését is szolgálja. Jelentősen leromlott az utóbbi években a Tímári Szabolcs vezér általános iskola természettudományos tanterme a folyamatos beázások miatt. Most viszont megújult terem várja már a tanulókat, a falakat kifestették és a padlóburkolatot is kicserélték benne, hamarosan pedig az új iskolabútorok is a helyükre kerülnek. A Nyíregyházi Tankerületi Központ egy több mint 38 millió forintos pályázat keretében újította fel, a tantermen kívül még az iskola öltözőit és vizes blokkjait is, valamint fejlesztette az elektromos, illetve fűtés hálózatot, továbbá több tanterem is új padlóburkolatot és bútorokat kapott. A Nyíregyházi Tankerületi Központ igyekezett megpályázni minél több pályázati forrást annak érdekében, hogy tanulóink, pedagógusaink minél korszerűbb körülmények között tanulhassanak, dolgozhassanak. Ez volt a fejlesztés célja. Itt az infrastruktúrális feltételeket javítottuk, a tanulási tereket modernizáltuk, korszerűsítettük. A megfelelő infrastruktúrális háttér biztosítása nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az állami fenntartású köznevelési intézmények megelőzzék, illetve csökkentsék a tanulói lemorzsolódást, illetve a végzettség nélküli iskola elhagyók számát. Nagyon fontos, hogy a gyerekek itt az általános iskolát úgy végezzék el, hogy biztos alapokat kapnak, és lehetőség szerint tovább tanuljanak, vagy menjenek gimnáziumba, vagy menjenek szakközépiskolába, vagy szakiskolába, tehát mindenképpen végzettséget szerezzenek, mert ez a magyar társadalomnak is jó, nem csak a családoknak, településeknek, hanem összességében mondhatom azt talán még, hogy a munkaerőpiacnak is jó, mert könnyebben el tud helyezkedni az, akinek van valamilyen végzettsége, vagy egyetemi főiskolai diplomája, vagy éppen szakképzettsége, és talán többet is tud keresni ezáltal. Vinnai Győző azt is elmondta, hogy a jelenleg 11%-ot meghaladó iskolai lemorzsolódási arányt néhány éven belül 10% alá csökkentsék.
Közel 300 millió forintból újult meg Kálló-Semjén szennyvíztisztító telepe. A bővítésnek és korszerűsítésnek köszönhetően mintegy 3800 lakos életkörülményei javulnak, az új szennyvíztelepnek köszönhetően ugyanis tiszta víz kerül ki a rendszerből, vissza a természetbe. A Kálló-Semjénivel együtt összesen 17 szennyvíztisztító telep újult meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az elmúlt években. Megújult épületben, bővített kapacitással és korszerűbb technológiával folyik a szennyvíztisztítás a Kálló-Semjéni szennyvíztisztító telepen. A nagyközség még 2016-ban nyert pályázatot a korszerűsítésre, melyet szerdán adtak át, a telep azonban folyamatosan üzemelt az elmúlt időszakokban is. Az elmúlt évek folyamán egy 150 köbméter kapacitású szennyvíztelep működött a településen, amit most a mai napon sikerült 350 köbméterre emelnünk. Ez mindenképpen biztonságosabbá teszi az itt élőknek a mindennapjait, illetőleg úgy látjuk, hogy a környezetvédelem tekintetében is egy hatalmas előrelépést tettünk. Ebből azokból kifolyólag is én az elmúlt hetekben kimentem a szennyvíztisztító telep tisztított szennyvízének a végpontjához, és ott halakat találtam, ami mindenképpen azt mutatja, hogy a szennyvíztisztító telepen megtisztított szennyvíz az tiszta. A szennyvíztisztító telep záró rendezvényén Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára arról beszélt köszöntőjében, hogy a beruházás a helyiek életkörülményeinek javítása mellett a településhez való ragaszkodásukat, és így Kálló-Semjén népesség megtartó erejét is növeli. Pontosnak tartom a népesség megtartó erőt, amit én lélek megtartó erőnek tartok, és az a mai ünnepség itt Kálló-Semjénen is ezt segíti. Hisz egy beruházást adtak át, olyan beruházást, amelyik az itt élő embereknek a kényelmét biztosítja. És az elmúlt 8 évben, ahogy polgármester úrral és képviselő úrral beszéltem, számtalan olyan fejlesztés történt ezen a településen, amelyik az itteni embereknek, az itt élő embereknek az identitását, a közösséghez való ragaszkodását segíti. És még lesznek olyan beruházások, amelyek ezt erősítik, és az iskolát fejlesztik, bölcsöde építésre kerül sor, kerékpárutat építik, tehát olyan kényelmi, vagy éppen közösség erősítő beruházások valósulnak meg, amelyek ezt a bizonyos lélekmegtartó erőt erősítik az itt élőkben, és erősítik a ragaszkodást adott településhez, adott térséghez. A záró rendezvényen elhangzott, a megyében mintegy 17 településen történt szennyvízberuházás, melyek a környezetvédelem szempontjából is kiemelkedően fontosak. Buda Ferenc kapta az idei Ratkó József díjat. A Hangsúly Művelődési és Művészeti Alapítvány által a Ratkó József szellemi és művészi teljesítménye emlékére alapított díjat Karádi Zsolt, az alapítvány megbízott elnöke, és Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke adta át a Nyíregyházi megyei és városi könyvtárban. A méltatás szerint a Kossuth-díjas költő, műfordító, a nemzet művésze, a nemzeti identitást 1956-tól máig fenntartó és alakító, a történelem folyamatait, a magyar vidék sorsát érzékenyen értelmező, és a magyarság költészeti hagyományait korszerűen magába építő lírai világ megalkotása vehette át a díjat. Ebben az évben Buda Ferenc költő kapta a Ratkó díjat, aki ugye nem a megyében él, de azért ezer szállal kötődik a megyéhez, hiszen a hetekhez, Ratkó Józsefhez, egy évben születtek Ratkó József, hiszen mind a ketten 1936-ban születtek, az életük összefonódott, és ahogy vele beszélgettünk, ő is elmondta azt, hogy igen, ők egymásnak úgymond katalizátorai voltak, és egymás költészetét gyarapították, és ezáltal azt hiszem, hogy nagyon sokat tettek hozzá a magyar nemzet irodalmi munkásságához, és ezt mi most Szabolcs-Szatmár-Bereg megye önkormányzata azzal szerettük volna meghálálni, hogy a sok díj mellett, amelyet Buda Ferenc már megkapott, hiszen Kossuth díjas, és emellett még számos díjat, én úgy gondolom, hogy ami az irodalom történetben és ami a magyar irodalomban odaítélhető díj, azt már ő megkapta. Emellett mi szerettük volna azt is, hogy az egyik legjobb barátjáról elnevezett díjat, a Ratkó József díjat is oda meg tudja kapni.
Napokon belül kezdődik az éves autópályamatricák elővásárlása. A hazai megyei és éves országos autópályamatricák a 2018-as évhez képest változatlan áron kaphatók, közölte az MTI. Az elővásárlás interneten keresztül, online bankkártyával vagy átutalással, SMS-ben, mobil applikációk segítségével, valamint a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató ZRT ügyfélszolgálati irodáiban és viszonteladó partnereinél is megoldható. Az elővásárlás előnye, hogy a matricák ajándékba is adhatók, illetve céges felhasználók esetén még a 2018-as évre elszámolhatóak költségként. Az elővásárolt matricák függetlenül a vásárlás dátumától 2019. január 1-től egészen 2020. január 31-ig, vagyis 13 hónapon keresztül érvényesek. Megszerezte második bajnoki győzelmét a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláni együttese az Amatőr NB1 piros csoportjának hetedik fordulójában lejátszott mérkőzésen idegenben 75-70-re verte a DVTK U23-as csapatát. Az NKS vasárnap a Kecskemétet fogadja. Sérülésektől, betegségektől megtizedelve utazott Miskolcra az NKS, amely ettől függetlenül 2 ponttal megnyerte az első negyedet. A második 10 perc döntetlennél zárult, a harmadik negyedet azonban 5 ponttal elveszítették a több, nem teljesen 100%-os állapotban lévő játékos pályára küldő vendégek. Ekkor úgy tűnt, hogy a hazaiak kezében van a mérkőzés, a nyíregyháziak azonban nem adták fel, és maguk javára tudták fordítani a találkozót. Az elején hogy egészen szépen kosárlabdázgattunk, próbáltunk kintről dobni, de hagytak is bennünket egyébként kintről dobni, beálltak szintén egy 2-1-2-es zónába, tehát mindenféleképpen a palánk alatti játékunkat akarták semlegesíteni, ugye mert például úgy tűnt, hogy ott vagyunk a legpont erősebbek. Ez egy arabik sikerült is, aztán az Anna Takács Anna kintről betalált, akkor ugye már volt 2 emberünk is, akit védeni kellett volna. Ez néha-néha össze is jött. A harmadik negyedben úgy nézett, hogy kész mindennek vége, elhúzott az ellenfél már több mint 10 ponttal, és akkor ugye húztunk egy nagyon merészet, ugye bevetettük a harmadik sérült játékosunkat, aki ugyan már egy hónapja elkezdett edzeni, de ugye még mindig nem 100%-os a lába, de ő legalább oldalirányba tudott futni, hát innentől kezdve azért már a védekezésünk sokkal stabilabbá vált. Tehát az első 2 emberünk a fönti kicsiket megoldották, palánk alatt a lepattanókat le tudtuk szedni, néha-néha betaláltunk kintről is, innentől kezdve sima út volt a győzelem felé. Az Amatőr NB1 piros csoportjának tabelláját a csatadíjese vezeti 7 győzelemmel, megelőzve az ugyancsak 100%-os TFS-ét. A nyíregyházi kosársuli 2-5-ös mutatóval a 11. helyen állva fogadja vasárnap a tabellán közvetlenül előtte álló Kecskemétet. Itt szerintem szintén a palánk alatt lehetünk veszélyesebbek, mert egy aránylag alacsony szerkezetű csapata van a Kecskemétnek, az viszont tény is való, hogy egy igencsak agresszív, kemény kosárlabdát játszanak, tehát mindenféleképpen szükség van arra, hogy a fönti kis embereink azok úgy a támadásban, mint a védekezésben keményen pörögve védekezzünk, támadjunk, tehát ugye azt is kell elfeledni, hogy itt azért igen kemény ütközésekbe is bele kell szaradnunk. A Kecskemét biztos, hogy kifogja az egész pályás letámadásra, tehát nekünk ugye a 7 hátra lévő részét arra kell használnunk, hogy ezeket a feladatokat megpróbáljuk megoldani és úgy felkészülni, hogy hazai pályán begyűjthessük végre a harmadik győzelmünket is. A nyíregyházi kosársuli Kecskemét mérkőzés vasárnap 16 órakor kezdődik a Szent Imre gimnázium csarnokában. A 11. helyen zárta az őszi szezont a labdarúgó megyei első osztályban a Baktalóránt háza VS-e. A Gebri Pál által irányított együttes 5 győzelem mellett 2 döntetlent játszott és 8-szor szenvedett vereséget. Azzal a céllal vágott neki a bajnokságnak a Baktalóránt háza, hogy meghatározó csapata legyen a megyei első osztály mezőnyének. A szezont ennek szellemében indította a Gebri Pál által irányított együttes, az első 5 fordulóban 4 győzelem és 1 döntetlen volt a Bakta mérlege, amivel csak rosszabb gólkülönbségének köszönhetően szorult a tabella második helyére. A folytatás azonban egészen másként alakult, a hátralévő 10 fordulóban mindössze 4 pontot szerzett a csapat. A Baktalóránt háza így 5 győzelemmel, 2 döntetlennel és 8 vereséggel a 11. helyen zárta az őszi szezont. Az egyesület elnöke szerint a sérülések is szerepet játszottak a vártnál gyengébb szereplésben. A keretünk az létszámban megvan, csak sajnos nagyon sok sérültünk volt. Az Ibrány mérkőzés követően Ibrányban volt ez a találkozó.
ötöt kellett cserélnünk, négy a sérülés miatt, és sajnos már a mérkőzés vége előtt 10 perccel a cserekapusunkat is mezőnyjátékosnak kellett behozni, és ezt a rengeteg sérültet nem tudtuk kiheverni. Én azt gondolom, a keret az adott, viszont szívem szerint, ha amikor szakmázunk az edzővel, Palival és Illés Lacival, akkor mindig abban maradunk, hogy jó lenne 3-4 labdarúgót hozni, aki olyan esetben tud segíteni az eredményekben, amikor szükség van rá. Kozma Attila abban bízik, hogy az őszi kétharcúság után tavasszal a bajnokság elején mutatott teljesítményét ismétli majd meg a csapat. A legnagyobb siker, ugye miután az első 5 fordulat tehető, ebben minden egyes győzelmünk megsüvegelendő, hisz nagyon szép eredményeket értünk el, viszont nagyon bosszantó az Ibrányban elhullajtott pontunk, vagy Nyírgyulajban ott hagytunk 2 pontot. Tehát ilyenkor mindig vannak az emberben tüskék, vannak pozitív dolgok, talán most az ősz második felében ilyen kipattanósunk volt, bízunk benne, hogy ősszel bepattanósunk lesz. A Baktaló Rendháza január elején kezdje el a felkészülést, az egészséges játékosok addig teremtornákon léphetnek pályára. Híradónk végén pedig nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Megújult a Nyírlugost Debrecennel és Nyíregyházával összekötő útszakaszok egy része. A 800 millió forintos beruházás keretében mintegy 11 kilométernyi útszakasz lett biztonságosabb és kényelmesebb, mely a településen és a környékén dolgozók, valamint iskolába és óvodába járók életminőségén is javít. Még mindig kevés a gyógypedagógus a megyében, bár az elmúlt évek alatt jelentősen megnőtt a számuk. A jelenleg egy projekt keretében tanuló 30 szakembernek is lesz helye. A közel 300 millió forintos EFOP-os támogatás jelentős részét eszközfejlesztésre és beszerzésre használják fel. Egy 38 millió forintos pályázatnak köszönhetően újult meg a Tímári Szabolcs vezéráltalános iskola. Az oktatási intézményben többek között felújították a vizes blokkokat és öltözőket, korszerűsítették a fűtési, illetve elektromos hálózatot, valamint több tanteremben is cserélték a padló burkolatot és a bútorokat is. A köznevelési intézmények felújítása hozzájárul az oktatás színvonalának növeléséhez, és ezáltal az iskolai lemorzsolódás csökkentését is szolgálja. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták november 29-én csütörtökön, friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. Térségünk időjárását az Észak-Kelet-Európa fölött elhelyezkedő anticiklon alakítja. Áramlási rendszerében hideg léghullámok érkeznek térségünk fölé. Az éjjeli órákban csökken a felhőzet, hajnalra kiderül az ég. Késő estig hószálingózás még előfordulhat, később nem valószínű csapadék. A keleti szél helyenként megélénkül. Reggelre általában mínusz 8 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben alapvetően napos idő várható, de napközben nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Csapadék nem valószínű. A keleti szél mérsékelt marad. Délutánra mínusz 1 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. A következő egy hét folyamán változékony időre van kilátás. A hétvégén még csak helyenként lehet hószálingózás, a jövő hét elején azonban több hullámban kell esőre számítani. Hétfőtől már enyhébbek lesznek az éjszakák, és jelentősen erősödik a nappali felmelegedés.